Sziasztok! Ez a Verkvánia, én Tamás vagyok, és ebben a videóban két dolgot fogok egyszerre nektek megmutatni. Az egyik, a Seiko egyik legsikeresebb, leghíresebb, legismertebb és általam gyakorlatilag a legkedveltebb búváróraja lesz. Ez nem más, mint a Seiko Samurai. Samurai is someone who keeps on challenging. Calling all samurai facing the sea. Dive into the deep sea of concentration. Prospects, automatic divers, Seiko. A másik pedig ennek a Seiko Samurai-nak két különböző kiadása, két különböző változata, illetve két különböző generációja. Ugye a ma már eredetiként ismert, de valójában már egyszer visszatért második változat, illetve ez a változat pedig a lényegesen újabb King néven ismert sorozat. Ugye a Seiko búváróráknál, a Turtle-nél is például, illetve Samurai-nál is megjelentek ezek a King néven emlegetett modellek. A King becenevet ezt a rajongóktól kapta, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy kicsit továbbfejlesztett kiadása, továbbfejlesztett változata az eredeti modelleknek. Rögtön megmutatom, hogy mi a különbség a két óra között. Nézzük akkor rögtön időrendben. Az első ugye igazából ez a változat volt, ez maga az eredeti Samurai. Ugye a Samurai-nak a története, a Seiko Samurai-nak a története az egészen 2004-ig nyúlik vissza. 2004-ben jelent meg először, ugye akkor még titántokozással, és egy-két modellt ért meg, még a 7S mechanikus kaliber volt benne, aki kicsit ismeri a Seiko mechanikus kalibereknek a történetét, a fajtáit, a változatait, az tudja, hogy ez mit jelent. Hát még a 7S kaliber volt benne, ez egy mechanikus automata szerkezet volt, nem volt kézzel húzható, nem volt másodperc stoppos, de egyébként egy rendkívül megbízható és rendkívül jó árértékarányú szerkezet volt a Seikónak az egyszerűbb mechanikus óráiban. És azért a Seiko Samurai akkor sem és most sem a top kategóriába tartozik, hanem az erős, kőkemény közép kategóriába, ami miatt annyira szeretjük a Seiko búvárokat, elérhető áron ad valami különlegeset, elérhető áron ad valami nagyon jó minőséget. Szóval visszatérve a Seiko Samurai-ra, 2004-től néhány évig készült, és igazából a japán belföldi piacra készült gyakorlatilag ez is, ahogy annyi más modern, például a Prezenzsok, de 2017-ben a 2016-ban bejelentették már, hogy vissza fog térni a Samurai, és a 2017-es Baselworld-ön, még akkor volt Baselworld, 2017-es Baselworld-ön mutatták be újra a Samurai, gyakorlatilag változatlan formában az eredeti kiadáshoz képest. Maximum a nagyon vágy szeműek találhattak köztük különbséget, de gyakorlatban nem volt közöttük különbség. Aztán 2017-től ugye a siker az töretlen volt, és továbbra is folytatódott. Egy rendkívül karakteres, rendkívül dizájnos, tényleg egyedi, és tényleg nagyon-nagyon népszerű, és egy nagyon jó sikerült búváróráról beszélünk. Minőségben a kínálatnak ugye a főső részében helyezkedik el, kidolgozásra, egyediségben abszolút a csúcson, viszont árban azért mindig így a megfizethető és elérhető kategória volt. Az, hogy ma mennyibe kerül egy Samurai, meg mennyibe került 2017-ben, az teljesen fölösleges összehasonlítani. Ugye mindennek az ára többszöröződött azóta, és egyébként maga az óra is fejlődött azóta, ugye megjelent ez a King változat, amit rögtön megmutatok. Szóval nézzük az eredeti kiadást. Ez, ami konkrétan a kezemben van, ez egy SRPD23-as nevű modell, ami egy Special Edition modell volt, és a Prospects Save the Ocean sorozatának a tagja. Na most, hogy ezeket megmagyarázzam egy picit. A Prospects Save the Ocean sorozata, ahogy egyébként itt ugye a dobozokban is látszik a felirat, ezek mindig egyedi dobozokat kapnak. A Save the Ocean sorozat, az 2018 óta megy, hogyha jól emlékszem, a Prospects modellek között. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy az ebből eladott modelleknek az árából egy bizonyos részt a Seiko az különböző tenger kutatással és a tengerek megőrzésével és megismerésével, hogy ők fogalmazzák
az ezzel foglalkozó különböző szervezeteknek, alapítványoknak adják ezt a pénzt. Tehát végül is azzal, hogy vásárolsz egy ilyen Prospects Save the Ocean modellt, azzal gyakorlatilag közvetve támogatod az óceánoknak egyrészt a jobb megismerését, azon keresztül pedig a megmentését, de egyébként szerveztek óceánfenék szemétszedő akciókat is, a búvároktató szövetséggel karöltve. Tehát azért ezek elég komoly, nagyméretű projektek. A Verkmania oldalán is olvashattuk egyébként például olyan Save the Ocean modellről, ahol Cousteau-nak a unokája volt az egyik, Jacques Cousteau-nak az unokája volt az egyik úgymond kedvezményezettje, illetve az ő szervezete volt az egyik kedvezményezettje ennek a kiadásnak. Szóval itt arról van szó, hogy a Seiko egy picit próbál tenni valamit a környezetért. A japánok egyébként is együtt élnek a természettel, és teljesen más, hogy viszonyulnak hozzá, mint ahogy úgy általában az emberek. Úgyhogy picit ezzel is te is tudod támogatni egyébként egy Save the Ocean modellel. Mondjuk ennek a két Save the Ocean modellnek az árából, abból akár lehet, hogy kijött egy jó kis szemétszedés valahol Indonéziában. Úgyhogy a Save the Ocean sorozatnak ez a lényege. A Save the Ocean sorozatnak pedig a szépsége az, hogy ezek a modellek, amik ebben a sorozatban jelennek meg, ezek azért jellemzően mindig többet nyújtanak a széria modelleknél, bár hozzá kell tenni, hogy Samurai-ból is például olyan nagyon sok széria modell azért nincsen. A Save the Ocean és különböző Special Edition és Limited Edition sorozatok, azok pedig általában elég gyorsan elfogynak, de minden esetre elfogynak. Ez az SRPD 23 is például már nem kapható, a másik viszont még egyelőre igen, úgyhogy a Special Editionnek végül is az a lényege, hogy nem limitált a kiadás, de egy darabig gyártja a gyár, és utána is szépen eltűnik a piacról. Ezzel egyrészt egy kicsit a különlegességét úgymond emeli az órának, másrészt pedig az értékét is egyébként, akár a másodlagos, másodpiaci értékét is emeli az órának, bár nagyon őszinte leszek, szerintem, akinek egy ilyen órája van, az már lehet, hogy eszeágában sincs eladni, vagy elcserélni, vagy bármi más tenni vele, én se tenném. Az óra ez önmagában is annyira karakteres, annyira szép, annyira jó, és egyébként meg árérték arányban tényleg a szokásos Seiko verhetetlen kategória, hogy igazából nem éri meg szerintem eladni, elcserélni, ezt meg kell tartani, őrizni kell, örülni kell neki, hordani kell, mert ez egy olyan óra, amit egyébként minden nap lehet hordani. Apró kis játékok vannak mindig a Save the Ocean modelleknek a számlapján. Ezen például ugye ennek a beceneve, illetve nem a beceneve, hanem a gyár által adott neve, az a Great White Shark volt, az a nagy fehér cápa, és ugye mindenhol visszaköszön rajta a cápa. Egyrészt a hullámok között, itt, hogyha megnézed a másodperc mutató alatt, ott látszik egy cápaúszony. Másrészt a másodperc mutatónak a vége is egyébként egy cápa úszonyt formáz, szóval a cápa az így visszaköszön több helyen, és valahogy ez az egész tengeri dolog, ugye, mivel búváróra ez illik így az órához, a cápa pedig magának az órának a karaktere miatt szerintem nagyon jól illik hozzá. Ugye ez az óra, ez azért is kapta a nevét, a szamurájt, mert hát ilyen, mint a szamuráj karddal szelték volna a tok formáját, nagyjából ez most már egy gyári kommunikációnak is egyébként a része. Tehát egy picit ilyen szögletes, síkokkal határolt szinte az egész felület, itt ott azért van benne egy kis olyan rész, ami még egy hagyományos, mint egy hagyományos óra lenne elrejtve egy ilyen szamurájnak a páncéljában. Valahogy így lehetne ezt meghatározni. Egyébként egy nagyon szép, szögletes, és tényleg egy nagyon karakteres és csuklón is nagyon jól mutató darab. Méret ellenére viszonylag nagy, de méret ellenére is egy jól hordható darab. Szóval SRPD 23 és ez a klasszik szamuráj úgymond. Mechanikus 4R35-ös kaliber van benne, ugye 35, mert csak a dátumkijelzés van rajta, és ugye mivel most látjuk, ki van húzva a korona, és megállt az óra, a másodperc stoppos, és egyébként nagyjából ennyit tud ez a szerkezet, szokásos ilyen 48 óra környéki járás tartalékkal, menetes acél hátlap, ugye ez azért érdekes, mert Divers 200 méter a vízállósága az órának, és a Divers 200 méter eléréséhez egyszerűen már muszáj, hogy tömör acélmenetes hátlap legyen. Talán egy modell érkezett eddig, ami Divers 200 méter, és üvegbetétes egyébként a hátlapja,
de az eddig megjelent, és ez is egy újabb modell, az eddig megjelent és a régebben megjelent Divers 200 méteres modellek, ezek mind tömör menetes hátlappal érkeztek, ugye ott van rajta a Seiko-nak a hullámmotívuma, ami a búveróráknak a motivuma ezeknél a sorozatoknál, és hát a szokásos feliratok a hátulján, a szerkezetszám, a toknak a száma, prospex, a gyártási dátumot is tartalmazó sorszám, és a Special Edition felirat is valahol szerepel rajta, igen, ott van a logó alatt Special Edition, tehát nem Limited Edition, hanem Special Edition. Ezt érdemes tudni a Seiko Special Edition-jeiről, hogy nem korlátozott darabszámban, viszont korlátozott ideig készülnek. Ez egy ilyen kis érdekesség. Valamivel könnyebb azért hozzájutni, mint egy limited editionhöz, de hát ugye típusa válogatja, azért egy-egy jobban sikerült modell az hamar képes elfogyni, és aztán utána nem lesz többet. Úgyhogy ez a Samurai, és akkor nézzük, hogy mi a különbség e között, és egyetem mi ez egy King Samurai, mi ez a másik Samurai modell, amit hoztam még nektek. Ugye ennek a Samurai-nak szintén egy Save the Ocean sorozatba tartozó modell. Ez egy 2021 derekán érkezett óra volt, tehát ez is most már azért több mint 2 éve jelent meg. Ahhoz képest roppant népszerű egyébként a mai napig, ami megint csak azt kell mondani, hogy nem csoda, mert azért, ha megnézed a számlapját, akkor azért ez se egyszerű. Ennek ugye Manta Ray a beceneve, a másiknak ugye a Great White Shark volt, a nagyfehér cápa, ez pedig a Manta Ray, vagyis az Atlanti ördögrája adta a nevét. Ugye az Atlanti ördögrájáról azt kell tudni, hogy ez egy másfél tonnásra is akár megnőhet ez az állat. 3-5 méter hosszú, a szárny fesztávolsága, illetve hát az úszóinak a fesztávolsága pedig akár 9 méter is lehet. Most azért ezt így képzeljetek magatok elé, egy 5 méter hosszú, 9 méter széles, másfél tonnás lényt, ami úszik a vízben, és egyébként így néz ki, ahogy egy ilyen rája kinéz. Szóval azért ez egy elég lenyűgöző látvány, ehhez képest egyébként rendkívül szelid, rendkívül békés, planktonokkal, rákokkal, meg ilyen kisebb vízi élőlényekkel táplálkozik, soha nem támadott meg még embert. Szóval ez egy szelid óriás, lehet így is hívni. Nagyon jó mutat egyébként a számlapon. Ugye ezeknek a számlapoknak az a lényege, hogy különböző fényviszonyok között különbözőképpen viselkednek, különböző látványt nyújtanak. Ugye itt most, ahogy mozgatom, közben látszik, hogy azért elég rendesen változik a színe. Egy kicsit olyan, mint amikor egy ilyen sötét óceánnak a mélyéről nézel fölfelé, a szélei ugye sötétek, ez egy ilyen vinyettelt számlap, és ott úszkálnak a fejed fölött a másfél tonnás atlanti ördögráják. Hát azért ez egy olyan látvány, amit szerintem így sokan kipróbálnának egyszer életükben. Ugye a számlapon itt is ott van egyrészt ugye a Seiko logó nyilván, másrészt az X, ez a Prospex-nek a logója. Ezt az újabb búváróráknál, hát a Prospex idők óta most már ez rajta van a számlapon, sokan az old school búváróra rajongók közül nem szeretik, együtt kell élni vele, a Prospect sorozathoz ez hozzátartozik. Alatta ugye az automatic felirat, mivel automata kaliber van benne, és a Divers 200 méter. A Divers 200 méterről egyébként azt kell még tudni, hogy ez a sima 200 méteres, idézőjelben sima 200 méteres vízállóságtól annyiban különbözik, hogy megfelel a Divers 200 métert előíró, és most nem fogom előkeresni, hogy mi a szabvány száma, egy ISO szabványnak. Tehát minden paramétere megfelel annak az ISO szabványnak, és még ott például ilyen paraméterek vannak, hogy a leolvashatósághoz kell az, hogy minden egyes index az foszforeszkáljon, és a dátumablak mellett is van index, és sok óránál a dátumablak mellett egyszerűen nincsen index, mert nem fér el. Ahhoz, hogy ezt az ISO szabvány szerinti Divers 200 métert el lehessen érni, ahhoz viszont például erre is szükség van, meg még egy csomó mindenre, de ez a lényeg, hogy ez az óra, és igazából a Seiko felsőbb kategóriás búvárórái mind megfelelnek a Divers 200 méternek, tehát a Seiko búvárok között nincsen, ami nem Divers 200 lenne, vannak olyan órái, amik búváróra stílusúak, de nem Divers 200 méter minősítéssel. Egyszerűen ezt a minősítést ezt meg kell hagyni a komolyabb búvár modelleknek. No, akkor ahogy ígértem, tehát ennyit a Manta Ray-ről, egyébként ez szintén egy Special Edition, tehát szintén nem Limited, hanem Special Edition, ugyanaz lesz a sorsa, mint a haverjának,
a Great White Sharknak, előbb-utóbb szépen el fog fogyni, és onnantól kezdve emelkedni fog az értéke is, a presztízse, és egyáltalán jó lesz azt tudni, hogy egy olyan órát tulajdonolsz, ami már nem beszerezhető. Egy picit akkor nézzük meg azt, hogy mi az, ami különbség a kettő óra között. Ugye első ránézésre azt mondanád, hogy nem sok. Valójában sem sok, a tokforma ugyanaz, a szíj ugyanaz, a szerkezet ugyanaz, a korona ugyanaz, a mutatók azok ugyanazok. Nyilván a szemlap az eltérővel két különböző modellről beszélünk, de amiben viszont látványosan különbözik, az ugye egyrészt maga az üveg. Itt már Zafir kristály az óra üvege, itt meg ugye a Harlex, ami egyébként ez az óra, ez 2021-ben jelent meg, ez azt jelenti, hogy 2019-ben jelent meg, tehát ez azt jelenti, hogy most már 5 éve, ez mondjuk 4 éves körülbelül ez az óra, kimutatom az üveget, nincsen rajta egy darab karcsa, pedig azért volt hordva rendesen. A tokon a szíjon ott azért már van, de ez saját használatban van azóta, és nem sikerült még megkarcolni, szóval annyira azért nem kell parázni attól, hogy egy Harlex üveget megkarcolsz. De a Zafir kristály, sokan esküsznek rá, úgyhogy ebben a kategóriában, és ugye abban az árban, ahova már eljutottak azért a búvárórák, abban az árban már azért belefér a Zafir kristály is, illetve egy nagy találmány, és itt nagyon jól látszik egymás mellett, hogy mi a lényege, ez pedig a nagyító a dátumoblak fölött, Kyklopsnak is hívják a hozzáértő órás szakértők. Igazából egy lényege van, felnagyítja a dátumot, és így leolvasható lesz. Addig, amíg jó a szemed, addig mondjuk ezt a 24-est itt még le tudod olvasni. Én például már szemüvegben is, mivel annyira nem jó a szemem, ezért nehezebben olvasom le. Ezt a 13-ast ezt viszont tökéletesen szerintem még szemüveg nélkül is le tudnám olvasni. Egyrészt, másrészt meg ugye ez egy stílus. Ezt nagyjából a svájci búvárórák világából szivárgott át a japánokéba. Nem egy rossz dolog, sokan szintén nem szeretik, de akármit fog gyártani, akármelyik óragyár, mindig lesznek, akik azt nem szeretik, meg mindig lesznek, akik szeretik, de végül az óragyár úgyis olyat fog gyártani, amilyet ő akar, úgyhogy igazából jobb megbarátkozni vele, és ez mondjuk pont egy olyan dolog, amivel egyébként meg is lehet barátkozni. Szerintem nem rontja el a kinézetét, igazából semmilyen formában, semmilyen irányból nem rontja el a kinézetét, viszont egy praktikus dolog, mert le tudod olvasni a dátumot, és ha már van rajta dátum, amit én egyáltalán nem hiányolnék, hogy legyen, de ha már van, akkor legalább legyen leolvasható, és akkor van egy kis értelme is. Másik különbség, tehát a Zafir kristály és a Kyklops, a másik különbség pedig a Lunetta. Hát azt nem is kell nagyon magyarázni, szerintem látod, hogy mi a különbség a kettő között. Mutatom először az SRPD 23-nak, tehát a klasszikus szamurájnak a Lunettáját, mindjárt megnézzük kicsit közelebbről. Tehát ez egyébként nagyon szépen barázdált, nehéz egy picit így ebbe a fénybe, de azért így látszik. Egy ilyen nagyon szépen barázdált Lunetta, de ez gyakorlatilag ez alumíniumból vagy valamilyen fémből van. És akkor nézzük nézzük a King Samurai-t. Ilyen szépen csak a kerámia Lunetta csillog. Tehát ebben már kerámia Lunetta van. A kerámia Lunetta előnye az gyakorlatilag ugye ugyanaz, mint a Zafir üvegé, vagy Zafir kristály óraüvegé, hogy egész pontosan fogalmazzak. Az, hogy nem karcolódik. Tehát egy nem karcolódós Lunetta és egy nem karcolódós óraüveg van ebben az órában. Azért ez így összességében nem egy hülyeség, mivel egy olyan óráról van szó, ami egyébként nagyon jó hordható gyakorlatilag bármikor, bárhol. Tehát tényleg egy ilyen igazi, mindenes, mindennapos hordható óra, mindent kibír 200 méter vízállósággal, mindent kibír azért ezzel a robosztus felépítési tokkal, és hát így nem karcolódik az üveg sem, és nem karcolódik a Lunetta sem. Ugye ezek a mindig a kényes pontok, főleg az ilyen nagyobb óráknál, azért könnyen oda lehet verni egy ajtófélfához, egy falhoz, bármihez. Ezt is oda lehet nyilván, de sokkal kisebb eséllyel fog karcolódni a Lunetta. A kerámia és a Zafir az gyakorlatilag lehet mondani, hogy gyakorlatilag nem karcolódik. Szóval ez a különbség a kettő óra között, és egyébként még egyszer mutatom, hogy így néz ki a két óra. Esetleg kíváncsiságból, hogyha van kedvetek, és elmondanátok, vagy itt a videó alatt csak szavaznátok egy rövidet, hogy nekem az SRPD 23 a cápás, nekem a rájás tetszik, hogy a cápás vagy a rájás tetszik egyébként nektek jobban. Én megmondom őszintén, hogy nekem, hogy rögtön így részt is vegyek a szavazásban, nekem a cápás tetszik jobban,
de a cápás már nem kapható, tehát hiába tetszik jobban, hogyha már csak a rájás van, és egyébként a rájásnak ez a vinyettelt számlapja is nagyon szép. A cápás egy picit más, ott ugye egy picit ilyen sunburst-os, vagy valami ilyesmi a számlap, ezt most így pontosan még én sem ismerem a szakkifejezést arra, amikor, ahogy mozgatod, látod az órát, akkor így egy ilyen fénykör megy rajta körbe, tehát így változik a számlapnak a színe, de ilyen sugarasan. Ugye nem szárré, mert a szárré az látható sugarakkal működik kifelé, úgyhogy inkább ez ilyen sunburst jellegű valami fényhatás. Nekem ez én választottam, de hát nyilván ez egy abszolút régóta hordott órám. Ez a másik, ez pedig a Manta Ray. Szerintem ezt is simán meg lehet szeretni, ugye? Ez egy másik típus, ez már King Samurai, tehát ez már azért egy fokkal fölötte van a sima samurainak. Hát, azt kell mondani, hogy ebben az árkategóriában még mindig, és szerintem ez így is fog mindig maradni, a japánok a nyerők. Úgyhogy ez volt a két samurainak, a Manta Ray-nek és a Great White Shark-nak a bemutatója. Ez volt az összehasonlítása a samurainak és a King Samurainak. És azért, hogyha megteszitek, akkor várom a választ a kérdésre, hogy nagy fehér cápa vagy ördögrája melyik legyen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, maradjatok velünk továbbra, és iratkozzatok fel, jövünk még hasonló videókkal. Sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!